Na, sziasztok újra! Itt vagyok, beléptem egy picikét. Beléptem oda asba. Itt vagyok. Hát nagyon nem tudtam hogy live-ozni, mert nagyon feszít a fejem, meg minden, szóval furán éreztem magam. Nem tudtam nagyon live-ozgatni, de ezt az ige hirdetést ezt most beolvasom nektek, mert ezzel tartozom. Úgyhogy ez fontos. Igen. Na, nézzük meg. Szeresd a gyülekezetedet. Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Efezus 5:25. Mielőtt kritizálni kezdenéd az egyházadat, jusson eszedbe, hogy Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Nem mondott le a gyülekezetéről, tehát neked sem szabad lemondanod róla. Ne beszélj annyit arról, ami nem tetszik. Ha a gyülekezetét tökéletes lenne, te kilógnál a sorból. Ez így van. Noé nem egy luxus óceánjárón utazott, hanem egy áldatokat szállító teherhajó. Így van. El tudod képzelni, mekkora zaj, milyen zűrzavar, micsoda, micsoda lögdösödés lehetett a bárkán, miközben odakint akkora vihar tombolt, ami az egész világot elpusztította, kérdőjel. A szagokról nem beszélve. Annyi áldat is csupán egyetlen szellőző. Te tudod mit? Mindenki, aki a bárkában volt, megmenekült. Míg odakin mindenki elveszett. Úristen. Egyszer egy arisztokrata a nemesi vérvonalával dicsekedett. Valakinek a hallgatóságból elege lett és megjegyezte. Szerintem a maga ősei is Noé bárkáján utaztak. Nem. Nekik saját hajójuk volt, nem? Nekik saját hajójuk volt. Vágott vissza a nemes úr. Most talán mosolyogsz, de csak egyetlen eszköz van, ami biztonságban eljuttat a menny kikötőjébe, és ez az üdvösség régi hajója. Néha bűzenek a dolgok az egyházban, kérdőjel. Igen. Jézus legszigorúbb dorgálását Péternek mondta, annak a tanítványnak, aki később az egyház vezetője lett, távozz tőlem, sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére. Máté 16:23. Hú, az igen. Ám az a nagyszerű, hogy amikor mi el is rontjuk a dolgokat, ugyanaz a kegyelem, mely Pétert is helyreállította,
számunkra is elérhető. A mai üzenet tehát ez számodra. Szeresd a gyülekezetedet. Így van. Szeressünk mindenkit, gyerekek, jó? Üzenetem felétek, akik nézitek ezt a videócskát, megnézitek. Ha tetszik, ha nem, szeretlek. Jó? Szeretlek téged nézni, aki követed nap mint nap ezeket a videókat, és elhatároztam, én többet nem. Nem fogok ilyen meg olyan szemekkel nézni az emberekre, nem. Szeressük az embereket, szerintem. Igen, szeressük őket, mert nem vagyunk tökéletesek is. Ha valaki megsírt, vagy megbánthat, nézzük el, igazán meg kell bocsájtani, mert hát azt se tudja, hogy mit tesz. Tehát jóformán nem tudja, hogy mit tesz az az ember, aki bántja másikat oktalanul, csak úgy. Én meg tudom, hogy én nem érdemlem meg ugye a bántásokat, mert én nem bántok senkit, én nem sírtek meg senkit. Én nagyon szerény vagyok, és nagyon, de tehát maradok a helyemén is. Az Úr Jézussal vagyok is. Én nem, én már nem tudok haragudni senkire. Nem is jó, szerintem. Nem éri meg. Az életben úgyis annyiféle van, annyi minden van az életben is, minek az ember állandóan háborogjon, és nem, nincs értelme annak. Én meg akarok javulni. Úgyhogy ahhoz, hogy megjavuljak, ugye el kell engedjek mindent is, haragot is el kell engedni, és el kell az embereket szeretni, megbocsájtani. Persze, az ember csalódik, ugye? Tudjátok, hogy van. Csalódunk ugye néha az emberekben, de hát senki se tökéletes is elvégre. Mindenkit úgy kell elfogadni olyan, amilyen, és kell szeretni, mert ugye ez az élet olyan, amilyen is. Sose tudja senki, mit ér meg, ugye, egyezetben. Főleg ugye, aki hitetlen életet él, az nem tudja, mit ír meg. Lehet, hogy ma hónap után jól van. Minden rendben van, aztán egyszer jön valami, és akkor minden oda vesz, vagy minden. Vagy már semmi se fog úgy menni, hogy kellene. Szóval azt senki nem tudja, hogy hogyan fordul a kocka az életébe, vagy hogyan alakul az élete, hova tovább. Ugye voltak olyan emberek, akik ugye fent voltak a csúcson, és ugye egy kis idő után már nem ott voltak. Egész lent, igen. Egész lekerültek, szóval. Hát igen. Így van. Na jó, hát itt a hit a lényeg, de nekik úgy higgyünk, és az a legfontosabb dolog. Na jó, Sanyika voltam, minden jót, hónap találkozunk, remélem. Következő igehirdetés is videó lesz. Hónap nem tudom, hogy hol leszek. Hát, hogy nem Balóton, nem tudom. Az egészségemmel ugye kell járkáljuk erre arra. Aztán nem tudom, hogy hova tovább is mi lesz. Jó Isten tudja. Benne bízok, aztán. Majd eljön nekem is az idő. Mikor végre mondhatom meg, megszusszolhatok, ugye végre mondhatom, hogy na, bajó, köszönöm Istenem, végre sikerült. Várom azt a napot, türelemmel, bízalommal, azt a napot, amikor minden rendben lesz, is jó lesz mindenik. Na jó, Isten áldjon benneteket, kedveseim, sziasztok!